Szabó Diana és Szilas Dorottya. Biztos vagyok abban, hogy az itt ülők között átélték már azt az élményt, hogy a színházba igyekezvén, a színház körül hidegtépően bolyonganak, és nem találnak parkolóhelyet. De nem is kell a színházba menni, gondoljunk csak bele, hogyha most bepattannánk egy gépjárműbe, és el akarnánk menni a karácsonyi vásárra. Vajon mennyi az esélye annak, hogy a karácsonyi vásáron vagy a környékén találunk egy parkolóhelyet? Hogy még több azonosulási pontot keressek, képzeljük el azt az elképzelhetetlen szituációt, kedves évfolyamtársaim, hogy a következő tájként tárul elénk a gépjárműből, miközben 6 perc múlva kezdődik a záróvizsgás. Mi lenne akkor, ha lenne egy jó tündér, aki megmutatná azt, hogy a közelben van parkolóhely, mégpedig itt. Jó. És ez alatt a 4 perc alatt már bőven be tudnánk érni. Szeptember óta dolgozunk egy ilyen projekten csapatunkkal, mert a GPS ugye elvitt a célig, de a parking elvisz a parkolóhelyhez is. Alkalmazásunk alapvető szabadalma az takarja magában, hogy a kommunikációt meg tudja teremteni sofőr és sofőr között. Ez lehetővé teszi, hogy az autóban egy gombnyomás, egy widget segítségével egy check-in, check-out alapon a parkolóhelyről ki tudjunk jelentkezni, konstrukciója az alkalmazásnak HTML 5 geolocation API alapján történne, ezt használják jelenleg is a versenytársak. A feedback ugye a cella információ, mobil internet és a geolokáció alapján történne, és az összes mobil platformot lefedni. Koncepció eredetileg egy valós idejű Budapest térkép alapján történne, ami egy nagy nyitható felületet biztosítana, színkód alatt parkolóhelyek megjelölésével. Kiegészítők mellé tartozna a nagyításnál referenciaértékű időpecsétek a parkolóhelyek mellett, a fizetős parkolózónák átlátható rendszerezése is. A szabadalom analízisénél a kihívások elsősorban a termék levédésével is kapcsolatban felmerültek ötletek, természetesen ezt megkezdtük a Nemzeti Szabadalmi Hivatalon keresztül, továbbá a kritikus pont elérése, hogy a felhasználók körében eléri azt a pontot, hogy ez az alkalmazás pontosan használható és visszajelzései megbízhatók legyenek. Az analízis lehetőségei alapján egyértelműen igény mutatkozik piacra a közösség alapú alkalmazásoknál, városfejlesztés és környezettudatosság szempontjából is javadalmazónak gondoljuk, és a nemzetközi terjeszkedés sem kizár, és természetesen racionális megoldás volt egyébként minden autó számára. A Design Megával elsősorban szem előtt tartottuk, hogy olyan platformot hozzunk létre, ami iOS és Android készülékén is egyaránt megjelenhet, ezért nem tettük különbséget, azért részesítettük előnyben egyiket sem. Itt látható az applikáció logója, ami a parking szónak a tükröt tulajdonképpen egy kis autóval és egy koronáról elszámoltuk meg koncert. Jobb alul látható az Adobe InDesignban készített egyszerűsített holografikus tervezet, amin az egész dashboardot készítettük, és megálmodtuk, jobb körül pedig ugyancsak piciben, de látható a télés során javaslatok alapján összeállított végülis kész tervezet, ahogy mi elképzeltük az egész applikációt, amin külön megjelenne a szabad parkolóhelyeknek a pontos megjelölése mellett a parkolóautomaták, illetve a különböző kerületek tulajdonképpen parkolási zónáknak az ára, illetve a parkolóautomaták pontos helye, valamint a megjelölt szabad parkolóhelyek mellett rangsorba állítja ez az applikáció a legkorábban és a legrégebben elhagyott helyeket, szabad helyeket, persze és megjelöltek pontosan. Rengeteg tervezetet készítettünk, miután ezt kiválasztottuk a számunkra a legkedvesebb és leginkább szerintünk hasznosabb felületet. Ezek közül jobb oldalt például látható, hogy legalább egy 5-6 kereső funkcióhoz is külön szimbólumokat keresünk, és ezzel állítottuk ezt a belső dizájn. Valamint, amit kiemelnék, és többen láthatjuk is, hogy a legalul a képernyő alsó negyedében megjelenik a hirdetősáv, amit kifejezetten belevettünk már így a tervezésbe, mivel hogy az applikációs ingyenességét a hirdetésből szemlékszünk igazából teljesíteni fel, ezért tartok fontosnak bemutatni ezt is. Miután megszületett a képlet, és elkezdtünk
társadalmi és közösségi alapú történet lenne, ezért ezt tartottuk a legkritikusabb részének, hogy az emberek mennyire igényelnék ezt az alkalmazást, és ezért elkészítettünk egy kérdőívet, aminek több mint 200 kitöltője van jelenleg. Az átlag életkor az pedig 30 évre jött. És ebben a kérdőívben a számunk a legrelevánsabb kérdéseket tettük fel, illetőleg azokat a kérdéseket, amik az applikáció szempontjából fontosak lehetnek. Itt szeretnék kiemelni az első olyan kérdést, ami alatt, hogy van-e jogosítványa, de még jogosítványa nincs is. Még az is fontos lehet, hogy az anyósülés mennyit napig áll, hiszen ő is segíthet a parkolásban. A másik fontos a mobil internet kérdés, hiszen ez a használat alapvető feltétele, mert hogy a mobil interneten működne az alkalmazás. Illetőleg még, mivel közösségi alapon működik, ezért a másoknak való segítés kérdése is felmerült, hogy hajlandó lenne az illető segíteni, és egy gombnyomással másoknak is segíteni, annak azért cserébe, hogy neki is segítsenek, és ő is könnyebben találja parkolóhelyet. Illetőleg nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk a kitöltők ötleteire, hogy mi az, amit ők szívesen látnának az applikációban, mi az, ami őket segíteni, illetőleg mi az, ami megkönnyíteni azt, hogy parkolóhelyet találjanak, és a következő eredményekre jutottunk. A számunkra a három legfontosabb és legrelevánsabb kérdésre, melyet kiemeltünk, olyan eredményt kaptunk, amely azt bizonyítja, hogy igény és szükség van egy ilyen jellegű applikációra. Ezt a három kérdést összefűztük egy diagramra, így még jobban láthatóvá tettük azt, hogy mindenképp szükség van ilyen applikációra. A kitöltők 83%-a adott olyan válaszokat, amely alátámasztja a projektünket, amely pozitív megítélést tükröz. Volt egy olyan kérdésünk, amiről már Dorkai beszélt, amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit látna még szívesen egy térképen, ami segíteni őt a parkolásban. Ez nem volt ugyan kötelező kérdés, mégis nagyon sokan kitöltötték, és nagyon sok jó ötleteket kaptunk. Több már bennünk is felmerült, de nagyon sok új ötletek is születtek, és azt mindenképpen fontosnak tartottuk ezeket beépíteni az applikációban. Erre láthatnak itt pár példát. A parkolóházak, általános teljesítettség megjelölése, mozgássérült parkoló, úttorlaszok. Ahogyan azt már korábban is kiemeltük, a legnagyobb kihívás az applikáció kapcsán, hogy elérjük a felhasználók számával kapcsolatban azt a kritikus pontot, amelytől igazán hasznos és színvonalas szolgáltatást nyújthatunk, és éppen ezért sikerült kulcsa a hatékony terjesztésben, azaz egy tudatos, jól felépített, világos és komolyos PR és marketing kampányban rejlik, melynek első és legfontosabb lépése az érdekgazdák feltérképezése, hiszen, mint ahogy említettük, alkalmazások alapvetően ingyenes, ezért nagyon fontos, hogy feltérképezzük kiknek, illetve kinek áll még érdekében az, hogy létrejöjjön és működhessen ilyen jellegű projekt. Éppen ezért online és offline kommunikációs tervek is tartalmaz új üzleti csomagunkban. Nagyon fontos hangsúlyt fektettünk a kapcsolatok kiépítésére és a kooperációra. Többek között olyan releváns civilszervezetekkel, akikkel érdemes lenne együttműködni, blogokkal, hivatalos szervekkel, illetve olyan irodaházakat céloztunk meg, melyek például nem rendelkeznek parkolóházzal, így az ő érdekük is lehet az, hogy egy ilyen alkalmazás létrejöjjön. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy más hasonló alkalmazásokkal is kooperáljunk, hiszen közös érdek is fűződhet a sikerünkhöz, illetve városfejlesztéssel, smart city programokkal, közlekedéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok is rendelkezésünk állnak, és ezekre is figyelmet fordítottunk. Ezen kívül, mivel napjaink egyik legrendibb, legelathatóbb és legközérdekűbb ügye a környezetvédelem, ezért tulajdonképpen a PR stratégiánkat erre építettük fel, és azon az elven, hogy a kevesebb ideig keringő autók kevesebb benzint fogyasztanak és kevésbé szennyezik a levegőt, azt gondoljuk, hogy elérhetjük azokat a lakóközösségeket is, melyek számára biztosítva van, illetve van fix parkolóhely, és ezen kívül rengeteg pályázati és civil szervezetekkel való kapcsolattartási lehetőség nyílik meg mi számunkra. Itt láthatnak példát
ez az Excel-tel megfelelő, ez a sajtó listán tulajdonképpen a zöld kommunikációra kifejezve, illetve egy kontext sajtókiajánlót és sajtócsomagot is létrehoztunk. Maradék egy percben szeretném összefoglalni, hogy az alkalmazásunk négy alappilléren áll, az időn, a pénzen, a környezeten és a jövőn. Az időn ugye azért, mert az alkalmazásunkat úgy tervezték meg, hogy pillanatok alatt lehet használni, áttekintető a felülete, és ezáltal a baleseteket is el tudjuk kerülni. Pénz. Ugye mindenki tudja, hogy a benzinköltség az milyen nagy, viszont a programból szeretnénk bevételt is szerezni a reklámok alapján, hogy tudjuk finanszírozni magát a program fejlesztését, fenntartását és tervezését is. Ugye a környezetnél nem muszáj hangsúlyozni, de például Hongkongban annyira nagy a smog, nem is kelt fel a nap, tehát hogy azáltal, hogy rögtön megtalálja az ember a parkolóhelyet, azáltal kevesebb benzin fogy, így a környezetünket is kíméljük. Jövőben mutató információ technológia, ugyanis egyre nő a mobil internet penetráció Magyarországon, reméljük, hogy egy idő után mindenkinek lesz, és tudják majd használni ezt a programot. Szeretettel várjuk a felmerülő kérdéseket. Kérdésekre most is 5 perc van. Köszönjük szépen! Nagyon örülök, hogy gondoltatok a fenntarthatóságra és finanszírozásra, és ehhez kapcsolódóan kérdezném meg, hogy mekkora büdzsével számoltok az alkalmazás fejlesztéséhez, illetve hogy a versenytársakhoz képest miben vagytok jobbak, tehát hogy miben jobb ez az alkalmazás, mint a hasonló ilyen alkalmazások. És hogy kezeljétek azt a problémát, hogy ugye ez egy közösségi parkolás segítő alkalmazás, és hogyha a felhasználók nem osztják meg azt, hogy kicsekkoltak egy adott parkolóhelyről, akkor azt hogyan motiváljátok, vagy hogy veszitek rá őket, hogy ezt megtegyék, mert hogyha nem teszik, akkor az egész nem működik. Illetve hogy a parkolóhelyeket hogyan azonosítjátok be a városban, mert lehet, hogy én megállok tilosban, becsekkolok, és utána oda fog állni a helyemre még valaki, miután kicsekkoltam, és hogy ez egy rendes parkolóhely. Igen, az utolsóhoz kapcsolódnék, az utolsó felvetéshez, hogy nem is az, hogy tilosban megállni, nem, szerintem nem is ez a legnagyobb probléma, hanem hogy honnan lesz olyan adatbázisotok, hogy egyáltalán hol vannak parkolóhelyek a városban, tehát hogy rendben, hogy a Google-on látszanak az utcák, de ezen más parkolási lehetőség van, ez egy nagyon komoly, ez egy komoly adatbázis szükséges, tehát ezt honnan szerzitek be. Illetve ezt a fejlesztést, tehát hogy az adatbázist és ezt a közösségi alkalmazást összekapcsoljátok, ezt ki fejleszti le, tehát milyen szakértői háttérre támaszkodtok, illetve figyelitek-e azt, ami a Műszaki Egyetemen hasonló témákban zajlik? Műszaki Egyetem hírközlési és informatikai tanszéke hasonló fejlesztéseken dolgozik, például az Allé bevásárlóközpontban egy parkolási rendszer működik, meg több bevásárlóközpontban már kísérleti jelleg, ahol GPS alapján lehet látni, ha bemész a parkolóházba, hogy akkor hol van még parkolóhely. Ezt a Műszaki Egyetem fejleszti, figyelitek-e hasonló fejlesztéseket? Ez igen, és erre akartam őket megkérdezni, hogy mennyire ismertek, hogy mi zajlik körülöttetek. Meg egyébként most csak egy kis visszacsatás, hogy esetleg olyat be tudtok-e építeni, hogy nem kell feltétlenül kicsékolni, hanem vagy érzékelje rendszer, hogy elment nem tudom 2 kilométernyire, és akkor valószínűleg ott üres a hely mögötte. Engem egy olyan dolog érdekelne, hogy tervezitek a kérdőjüknek a bővítését, mert ugye mondtátok, hogy most 30 év körüliek így akik kaptak visszajelzést, de hogy így a demográfiailag is azért 30 pluszosok többen vannak, és hogy őket hogy próbáljátok meg bevonni, illetve hogy integrálhatónak tervezitek ezt az applikációt, még akár WhatsApp-be, vagy nem tudom azt, hogy kell mondani, vagy igen, de hallottam meg is úgyis. Vagy Google Maps, vagy bármi, hogy erre vannak a terveitek, hogy integrálható lehet-e máshova. Ja, és egyébként teljesen, mint egy investor pitch-en ültem volna, nagyon kemények vagytok. Közönség soraiból kérdés.
ez egy nagyon egyszerű kérdés, de ez nem veszélyes, mert mint ülök a kocsiban, és nyomkodom a telefonomat, és azt nézem, értem, hogy a GPS is lényegében nézem azt, de mondjuk ott van hang, vagy ti is terveztek így hangot. A másik meg ott az zsűri kérdéséhez kapcsolódik, hogy például, hogyha én bejelölöm, hogy van egy szabad hely, akkor van-e valami limit, hogy azt mondja, hogy akkor 2 óráig, ha oda senki nem parkol be, vagy tehát, hogy pont ez, hogyha valaki olyan parkol be oda, aki nem használja az alkalmazást, akkor honnan fogja tudni az alkalmazásatok, hogy ez most egy nem szabad hely? A büdzsével kapcsolatban elsősorban önerőből szeretnénk elindítani ezt a vállalkozást, azonban az, hogy milyen összeg, teljesen tisztában vagyunk, hogy ez nem egy óra felépítés, azonban pontos összegeket azt nem szeretnénk nyilvánosan. A versenytársakhoz képest, hogy mit tudunk, miben még jobbak, ezt a koncepciót nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte nem nagyon láttuk még megjelenni a piacon. A Waze és a különböző ilyen Google-kerülő alkalmazások egy teljesen más szegmest adnak a felhasználóknak. Nem zárjuk ki, hogy ezek időben lehet, hogy összefésülhetőek, de egyelőre ez így önmagában is azt mondjuk, hogy megállja a helyét a piacon. A motivációkkal kapcsolatban válaszolok. Például vannak olyan alkalmazások, mint az OpenStreetMap, meg hasonló platformok, amivel felhasználók önkéntesen szerkesztik a térképet, és milliót használják. Itt az a fontos, hogy olyan cégekkel, például benne van a projekttervünkben is, hogy felveszik a kapcsolatot, csak az idő rövidsége miatt nem tértünk rá, mint például az önkormányzatok, hogy a program használata során valamilyen támogatást, vagy kevesebb összeget kelljen befizetni a parkolódíjra, de vannak olyan ötleteik is, hogy valamilyen jutalmazási rendszert kialakítani a programon belül, vagy csillagozni. Ahogy például az Oszkáron belül is van. És hogy körülöttünk ugye mi van, nem csak a BME-t, hanem különböző ilyen magyar startup laborokat is figyeltünk, és egyébként a fejlesztéssel is annak az irányába próbálunk elindulni. Ezen kívül vannak személyes kapcsolataink is, ezek még kiforratlan állapotban vannak, de ezt a projektet mindenképpen mi sokkal tovább szeretnénk vinni, mint ez a projekt van. Igyekszünk 30 pluszosokat is bevonni a kérdői munkát, folyamatosan a mai napig is terjesztjük még a kérdőivet, és várjuk a kitöltőket. És mondjuk őket tényleg nehéz elérni online, és tulajdonképpen ezért is fókuszáltunk az offline terjesztésre is, tehát hogy őket a kérdőivel nem is, de a terjesztés kapcsán megnyitjuk. Igen, ezért is vontuk bele a kérdésbe azt a választhatóséget is, hogy ugye nincsen jogosítványa, de nagyon jól navigál az anyósülésről. Tehát, hogy azokat az embereket is szeretnénk belevonni az applikáció használatába, akiknek ez nincs jogosítványa, de... Ezen kívül még arra is gondoltuk, hogy már a diasodban nem kell bele a fuvarozó cégek, vagy taxivállalatoknál is, akik állandóan belvárnak a próbálnak parkolni, és a kedvül keresik egyébként, hogy ezekkel föl tudjuk venni. Kérdés inkább javaslat. Érdemes szerintem választani egy kerületet, vagy néhány utcát, ahol elkezditek ezt tesztelni. Erre nem tértetek ki, de egy ilyen alulról építkező rendszerben ez sikeres lehet, mert már hivatkozhat. Én is sikeres hivatkozhatok erre, hogy ott jól megy. Az NNG-vel beszéltetek már? NNG-vel beszéltetek? Nem, de még minden ilyen jellegű további nagyobb szabású terv lesz a jövőben lesz beindítva, mi januártól szeretnénk elkezdeni ennek az egész. Jó, mert hogyha van már traction, meg kipróbáltatok, már minden szívesen adok kontaktot.